Novák Katalin lemondásáról 15 napon belül a parlamentnek is döntenie kell. Ha elfogadják, akkor 30 napon belül az országgyűlésnek új köztársasági elnököt kell választani a titkos szavazással. Ifja Blumnici Zoltán alkotmányjogász az m azt mondta, nem példanélküli a 2010 utáni időszakban, hogy egy köztársasági elnök nem tölti ki a ciklusát, ilyenkor az országgyűlés elnöke veszi át ideiglenesen az államfői feladatokat. Novák Katalint köztársasági elnöké megválasztja. 2022. március 10-én választotta meg a parlament Novák Katalint Magyarország köztársasági elnökévé. Novák Katalin kormányzati pályafutása 2001-ben a külügyminisztériumban kezdődött, 2010-től már a külügyminiszter tanácsadója volt, később család és ifjúságügyekért felelős államtitkár, majd családokért felelős tárca nélküli miniszter is volt. Az én minősített felelősségem az, hogy elnökként megmutassam, mit jelent nekem a szülőföldem Magyarország. 2022-ben több szempontból is meghatározó köztársasági elnöke lett az országnak. A rendszerváltoztatás után ugyanis az akkor 44 éves politikus volt a legfiatalabban megválasztott államfő, és ezzel együtt pedig az első női magyar köztársasági elnök. Országunk államformája és neve Magyar köztársaság! A pártállam lebontása után Szűrös Mátyás a parlament erkéjén kiáltotta ki a köztársaságot. 1989. márciusában őt választották meg az országgyűlés elnökévé, ezzel ideiglenesen az új parlament megalakulásáig ő lett Magyarország köztársasági elnöke. A magyar köztársaság elnöke esküszöm. 1990-ben tette le államfői esküjét Gönc Árpád, aki ezzel a rendszerváltás utáni első hivatalosan megválasztott köztársasági elnöke lett Magyarországnak. 1995-ben újra választották, második államfői ciklusa 2000. augusztus 3-án ért véget. 2000. júniusában a párton kívüli Mádöl Ferencet választotta az országgyűlés köztársasági elnökké. 2005-ben jelezte, nem vállal még egy elnöki ciklust. Az országgyűlés így 2005 nyarán a jogtudós egyetemi tanár Sólyam Lászlót választotta államfővé. Sójam László öt évig látta el az államfői feladatokat. 2010-ben a kétszeres olimpiai bajnok párbajtörvívó Schmidt Pál lett Magyarország köztársasági elnöke. Schmidt Pál elődeivel szemben nem töltötte ki elnöki ciklusát. 2012. áprilisában bejelentette lemondását. Az új köztársasági elnök megválasztásáig az országgyűlés elnöke Kövér László töltötte be a posztot ideiglenesen. Fogadom. Egy hónap át Időszak után a parlament kétharmados többséggel Áder Jánost választotta meg az ország köztársasági elnökének. Göncárpád óta ő volt az első államfő, aki két cikluson keresztül töltötte be a tisztséget. Az államiság gördülékeny, gördülékeny folyamatait nem érinti a köztársasági elnök lemondása. Ifjabb Blomnici Zoltán alkotmányjogász az M1-en arra emlékeztetett, 2010 óta volt már példa arra, hogy a köztársasági elnök lemond posztjáról, még azelőtt, hogy ciklusa véget érne. A századvég alapítvány tanácsadója kiemelte, ilyenkor ideiglenesen a házelnök veszi át az államfői feladatokat, amíg az országgyűlés új köztársasági elnököt nem választ. 30 napon belül az országgyűlés új köztársasági elnököt választ titkos szavazással. A köztársasági elnök személyére a képviselők egyötöde tehet javaslatot, és a szavazás kétszer-kétharmados, ami azt jelenti, hogy a titkos szavazásnak, hogyha első körben nincs meg a jelölt, akkor van egy második kör, és a harmadik körben feles a. Parlamenti képviselők felének szavazatával lehet már köztársasági elnököt választani. Miután Novák Katalin aláírja lemondását, az országgyűlésnek 15 napon belül döntenie kell annak elfogadásáról. Miután az elnök lemondását a parlament elfogadja, ideiglenesen az országgyűlés házelnöke, vagyis kövér László lesz a megbízott köztársasági elnök. A parlamentnek ettől kezdve 30 napon belül meg kell választani az új államfőt.